hatalmas habkőtutaj tart Ausztrália partjai felé. Tudósok szerint a képződmény egy víz alatti vulkán kitörésekor emelkedett a felszínre, és a mérete 20 ezer futballpálya területének felel meg. Kutatók úgy vélik, a lassan széttöredező kődarab segíthet a nagy koral ökoszisztémájának helyrehozatalában, ugyanis koraldarabokat szállíthat magával. A Queenslandi Technológiai Egyetem kutatója arról beszélt, hogy általa akár több milliárd organizmus kerülhet a zátonyra. A már ott élő populáció sokat szenvedett az elmúlt években. Volt koralfehéredés, ciklonok az új korallok segíthetnek feltölteni és meggyógyítani az zátonyt, mondta. A nagy korallzátony kilátásait augusztus végén minősítették le a legalacsonyabb szintre, rosszról nagyon rosszra. A világ legnagyobb zátonya már koraljai felét elvesztette.